Zsoltárból egy néhány verset, hadd köszöntselek benneteket. A 11-es verset és az azt követő verseket még szeretném olvasni a következő képen. Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Dicsőít Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, ó Sion, a te Istenedet! Mert erősekké teszi kapuit, zárait, és megáldja benned a te fiaidat. Békességet át határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával. Amen. Amen. Én hiszem azt, testvéreim, hogy az Úr is elmondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, és ugye a búza arra van, hogy abból aztán majd kenyéré váljon, és kenyért csináljunk. Ezért nagyon fontos az, hogy a lelki eledelt és lelki búzával, kenyérrel, táplálékkal tápáljon minket Isten, a hozzánk kívül eledellel. És én hiszem, hogy ezzel a délutánon Isten ezt fogja tenni. Én örülök annak, hogy hazaérkeztem a hosszú útról, hozom a családom köszöntését, és a testvéreim köszöntését, akik között voltam. Sok szép helyen jártam is, Amerika nagyon szép, de a szívem nekem itt van.